Szép estét kívánok mindenkinek. Köszöntöm a tévénézőit, elsősorban kartali lakosokat. Köszöntöm a képviselőtestületet, jegyzőasszonyt, alpolgármesterasszonyt. Köszöntöm a közmeghallgatáson résztvevő megjelenteket, és természetesen a Régió Plus televízió nézőit is. A mai napon hétfővel a testület határozott képes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem dr. Gyöngy Mónikát, illetve Szászini Győri Évit. Képviselőtestületet kérem, fogadják el a jegyzőkönyv hitelesítőket, hogy amennyiben egyetértenek, akkor kérem kész felemeléssel jelezzék. Köszönöm szépen. Az önkormányzati törvény előírása szerint a képviselőtestületnek évente egy alkalommal közmeghallgatás keretébe kell beszámolni az elmúlt időszak eseményeiről. A közmeghallgatás, azt gondolom, hogy egy nagy jelentőségű dolog a település életében, éppen ezért én arra teszek javaslatot a képviselőtestületnek, hogy ezt az egyetlen egy napi rendi pontot fogadjuk el, tehát beszámoló a 2018 évről, közmeghallgatás keretébe, és más napi rendi pontot jelen pillanatban ne tárgyaljunk. Hogyha ezzel egyetért a képviselőtestület, kérem kész felemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy akkor egyhangulag a napi rendi pontot elfogadtuk, és akkor egyetlen napi rendi pont a közmeghallgatás témája lesz. 2017-től az iskolával kezdeném. 2017 évtől a Dunakeszi tankerület átvette az általános iskola fenntartását. Megmondom őszintén, hogy egy kicsit kételkedve és bizonytalanul fogadtam ezt a döntést, tartottam attól, hogy az önkormányzat fenntartásából kikerül az iskola, nem voltam benne teljesen biztos, hogy ez jó hatással lesz az általános iskolára, tehát egy picit óckodva és kételkedéssel álltam neki a 2017-es évnek. Az elmúlt másfél év beruházásait tekintve, amit a tankerület, a Dunakeszi tankerület elindított az általános iskolával kapcsolatosan, azonban megerősített arról, hogy mint fenntartó sokkal jobban, szakmailag felkészültebben és több forrással tudja az iskolát finanszírozni, tehát egy nagyon jó döntést hozott a kormány akkor, amikor az általános iskolákat kivette az önkormányzatok fenntartásából, és áttette a Dunakeszi tankerületnek a jelen pillanatban a kartali iskola esetében a Dunakeszi tankerületnek a fenntartására. Annál is inkább, mert a Dunakeszi tankerületnek a vezetője egy pedagógus, aki éveken keresztül iskolaigazgató volt, tehát nem csak vezetőként állja meg a helyét, hanem mivel pedagógus és iskolaigazgató volt, éveken keresztül gyakorolta a vezetést is, illetve tudja azt, hogy az adott pedagógusok, illetve a gyerekek, szülők, mi az, amit elvárnak egy iskolától, milyen követelmények vannak, és jókkal inkább tudja a feltételrendszert is biztosítani. Mint említettem, lényeges támogatásokat, fejlesztéseket hajtott végre a Dunakeszi tankerület, amit mi az elmúlt években, mint önkormányzat, sem az anyagi lehetőségeink, sem az erőforrásaink nem tettek volna lehetővé. Ilyen támogatás volt 17-18 évben, az iskola fenntartója, tankerület 12 millió forint támogatást nyújtott tetőfelújításra, ez az alsó tagozatos iskolába valósult meg, illetve 15 millió forint összegű fejlesztési támogatást költségvetési forrásból adott az általános iskolának, melynek keretében 109 darab informatikai eszköz került átadásra. Kartalra ebből, csak hogy lássuk a jelentőségét, ami rendkívül fontos a fiataljainknak a fejlődéséhez, kartalra ebből 36 darab számítógépet és monitort, 10 darab projektort, 5 darab laptopot, versegre 10 darab számítógépet és monitort, 1 darab laptopot, 1 darab projektort szállítottak. Szeretném megköszönni ezért a Dunakeszi tankerületnek, és főként Eik László tankerületi igazgató úrnak nem csak a támogatást, de az önkormányzat és a tankerület közötti jó kapcsolat kialakítását is. Tovább folytatódott a település életébe a közvilágítás felújítása. Oszlopot állítottunk a bölcsödéhez, így az esti órákban könnyebb lett a szülőknek a parkolási lehetőségük. Elkészült az Ibolya utcába és a Könyves-Kálmán utcába a lámpasűrítés, illetve az Iskola utca és a Baross út kereszteződésénél levő gyalogos átkelőhely megvilágítását az előírások szerint valósítottuk meg, elkerülve ezzel a jövőbeni baleseteket.
hogyha megnézzük, ez az elmúlt fél évben tettük át az oszlopot a gyalogos átkelő helynél. Ha megnézzük, az elmúlt fél évben megfelelő lett a világítás, és hála Istennek nem is történt semmilyen baleset. Ha már a gyalogos átkelő helyekről esik szó, akkor itt szeretném megemlíteni, hogy a gödöllői példát átvéve az önkormányzat is láthatósági zászlókat helyezett ki a gyalog átkelő helyeknél, és örömmel tapasztaltam, hogy nem csak a felnőttek, de a gyerekek is az átkelésnél használják a zászlót, az autósok pedig jobban, sokkal jobban odafigyelnek a gyalogosokra. A leglényegesebb közvilágításra irányuló fejlesztés azonban egyértelműen Kartal-Aszót közötti közvilágítás megoldása volt, amit kartali önkormányzat saját erőből valósított meg. Ez aszódi közigazgatási terület, nem kértünk Aszódtól hozzájárulást, tehát kizárólag a kartali önkormányzat saját erőből finanszírozta. A tavalyi év végén kezdtük meg az Ibolya utca útfelületének rendezését, közel 10 évig minden évben kérelmet adtak be az ott lakók a járhatatlan út miatt, ezért is nagy öröm volt számunkra, hogy végre az ő kérésüknek is eleget tudtunk tenni, ezt szintén saját forrásból valósítottuk meg. Ugyancsak saját forrásból valósult meg a főútról nyílő bekötőutak torkolatainak teljes körű felújítása, illetve a 20-25 éves mellékutak aszfaltozása, ami a 2018-as év, én úgy gondolom, a legnagyobb beruházása volt, és a leglényegesebb a kartali lakosok számára, illetve az önkormányzat részére is. 2019-ben tovább szeretnénk folytatni a mellékutcák felújítását. Reményeink szerint ezt már nem csak saját forrásból, hanem az elnyert pályázati forrásból meg tudjuk valósítani. Amelyik utat nem fogunk pályázati forrásból 2019-ben megvalósítani, azt saját forrásból ugyanúgy folytatjuk, a kátyúzását, aszfaltszőnyeggel történő borítását. Itt szeretném megemlíteni a Kóppal való jó együttműködésünket, melynek eredményeképpen a Kóp körül, illetve a Kóp mögötti utcát teljes aszfaltozása megtörtént, illetve a tóüzletház mögött új parkoló kialakításával szeretnénk a jövőben a parkolást megoldani. Lényeges, és muszáj megemlítenem azt a tényt is, bár a Kópnak a vezérigazgató asszonya jelezte, hogy ezt nem várja el tőlünk, de úgy gondolom, hogy a pozitív dolgokat pláne meg kell említeni a kartali lakosok előtt, hogy mindezt kizárólag a Kóp finanszírozta. Tehát a Kóp körül itt, illetve a mögötte levő teljes útszakaszt a Kóp finanszírozta. Ezen felül a Kóppal tárgyalásokat folytattunk, és a Kóp melletti terület, ez a jelen pillanatban a virágüzlet mögötti rész, ez szintén a Kópnak a tulajdonjogában áll. Az önkormányzat kérte a vezérigazgató asszonyt, hogy ezt adja át az önkormányzat használatába, és hogyha jól emlékszem, alpolgármester asszonya megerősít, 2050. december 31-ig kértük ingyenes használatra. Még a szerződést nem írtuk alá. Ez az ingyenes használat, ez azt fogja magába foglalni, hogy itt egy termelői piac jellegű tevékenységet szeretnénk a jövőben kialakítani. Ne a Kóp előtt, a Kóp oldalánál, az utakon foglalják el a kistermelők, őstermelők a helyet, hanem ott egy kulturált termelői piacot kialakítanánk, és ott meg tudnának jelenni a portékájukkal. Tehát 2050. december végéig a mi használatunkba kerül ingyenesen, a tulajdonjog marad a Kópnak, vezérigazgató asszonnyal viccesen abba állapodtunk meg, hogy 2051-ben meg majd az unokáink eldöntik, hogy mi lesz továbbiakban majd a területtel. Az anyagi lehetőségeinket figyelembe véve nagyon erős elhatározásom, hogy 2020-ra az összes Kartalon, az összes mellékutcát felújítjuk. Vagy teljes, vagy részben, de le lesz aszfaltozva. Ezt tudom, hogy nagyon nagy kötelezettségvállalás a részemről, de meg fogjuk csinálni. Az idei évben töltötte be az önkormányzat zárt rakterű tehergépkocsija a 22. életévét. Ezt a gépjárművet megfogtuk, hátul van az udvaron, nem fogjuk eladni, muzeális érték, megőrizzük, nagyon szép emléket táplálunk iránta.
de mivel hogy nagyon megszolgálta az idejét, és kockázatos volt már a napi ételszállítástól kezdve, a fuvarozás minden, ezért úgy döntöttünk, hogy egy új gépjárművet kell az önkormányzatnak vásárolni. Éveken keresztül vártunk arra, hogy esetleg pályázatot fognak kiírni, hogy ne saját erőből valósítsuk meg ezt a beszerzést, de sajnos a pályázatoknak a többsége 5000 alatti településeknek engedi meg a kisbuszok, tehergépjárművek beszerzését, és mivel mi közel 6000-en vagyunk, ezért kénytelenek voltunk saját forrásból megvásárolni. Az elmúlt 2 év alatt a közmunkaprogram lehetőségével élve új munkaeszközökkel bővült az önkormányzat gépparkja. Mondhatjuk azt, hogy teljesen új eszközök állnak a rendelkezésünkre. És itt most gondolok motoros fűkaszákra, bozótvágókra, vagy pedig a meglévő nagy traktor mellé egy új John Deere fűnyírő kis traktort szereztünk be, vásároltunk. Ezek a beszerzések támogatásból minimális önerő igénybevételével lettek megfinanszírozva. Az előző időszakban megnyert szennyvíztisztító tele felújítása, pályázaton megnyert, 2019-ben várhatóan el fog indulni, bár az utóbbi években minden évben ezt az ígéretet kaptuk, de most már megtörtént a közbeszerzés, a kivitelező cég kiválasztásra került, a terveket folyamatosan készítik, engedélyeztetés alattal, és 2019 tavaszán a versegi telephelyen a munkálatok el fognak reményeink szerint kezdődni. Több pályázaton is sikeresen indult a település. Arról már biztosan többen értesültek, hogy 29 millió forintot kaptunk Rákóczi úti óvoda felújítására. A Rákóczi úti óvoda felújítását jövő év nyáron szeretnénk kivitelezni, megvalósítani. Pontosan azért, hogy ne okozzon gondot az óvodai ellátásba. Nem szeretném, hogyha ha bárkinek a gyerekét haza kellene vinni a beruházás miatt, és a szülők esetleg az miatt kellene szabadságot kivenni, ezáltal veszélyeztetnénk az ő állását, hogy beruházás folyik az adott óvodába. Tehát a Rákóczi úti óvodára 29 millió forint pályázati forrást nyertünk. Ennek keretében külső hőszigetelés, nyilászárók cserék, nem csak a belső külső nyilászáró cseré, fűtés korszerűsítése, vízvezeték korszerűsítése, áram, festés, tehát teljes kompletten meg fog újulni ez az óvoda, és azt gondolom, hogy egy 10-15 évig megint egy szép 21. századnak megfelelő óvodát fogunk tudni átadni a szülőknek és a gyerekeknek. A másik pályázat, ami szintén óvodai pályázat, ez még nem annyira publikus, képviselőtestület, illetve az pedagógusok, óvodapedagógusok már tudják, 90 millió forintot nyertünk a központi óvodára, ez az Ady Endre utcában levő óvoda. A 90 millió forintból teljes mértékben a belső felújítás meg fog történni. Soknak tűnik ez a 90 millió forint, de nagyon nagy a terület. Tehát nagyon szűkösen lesz elég. Viszont itt is arra törekszünk, hogy egy 21. századnak megfelelő óvodát kapjanak a gyerekek. A tavalyi évben, november-decemberben már lezárult ott egy beruházás. Annak keretében külső hőszigetelés, nyilászáró cserét, illetve a kazánok fűtés korszerűsítését valósítottuk meg. Ezzel a pályázattal, ezzel a 90 milliós pályázattal teljes mértékben a belső felújítást fogjuk tudni megoldani. 73-as az épület. Onnan tudom ennyire pontosan, mert akkor születtem. Tehát azokat a burkolati lapokat, amik ott vannak, vagy azokat a vezetékeket, amik a falban mennek, és nem olyan rég majdnem kigyulladt a központi óvoda, biztos sokan hallottak róla, ezeket mind lecseréljük. Tehát teljes mértékben mind a két óvodánál csak a főfalak, mellékfalak fognak állni, mindent. Kompletten mindent felújítunk, és egy új belsőt, új külsőt fog kapni mind a két óvoda. Mind a két beruházást úgy szeretnénk ütemezni, hogy az óvoda zavartalanul működni tudjon, a gyerekeket ne kelljen a szülőknek hazavinniük. Az központi óvoda esetében decemberben kezdjük meg a beruházást.
És ha már az óvodánál tartunk, akkor itt említeném meg, hogy az idei évben nyugdíjba vonult az óvoda intézményvezetője, Tóth Ilkó Mihályné, aki körülbelül 40 éven keresztül dolgozott a Kartali óvodából, ebből 25 évig vezetőként. Én azt gondolom, hogy ezek a számok megérdemlik azt, hogy közmeghallgatáson a tévé nyilvánosság előtt köszönjem meg az intézményvezető asszonynak a munkáját. Közvetlenül vele 2 évig dolgozhattam, mind szakmailag, mind emberileg elmondhatom róla, hogy egy nagyon határozott, felkészült, erős embert engedtünk nyugdíjba, akinek szívügye volt az az óvoda. Köszönöm neki nem csak az önkormányzat, de település nevében is, főként a sok ezer és szülő nevében is, aki az elmúlt 40 évben bármilyen formában kapcsolatban volt vele. De akkor itt ragadnám meg az alkalmat arra is, hogy itt az elsősorban ülő új intézményvezető asszonyt köszöntsem, Dormányné Szabó Andrea, szintén én úgy gondolom, hogy ugye körülbelül 20 éve dolgozik ebben az óvodában, pedagógusként, szakmailag, emberileg egy nagyon jó felkészült embert kaptunk. Nagyon örülök annak, hogy ebből az óvodából tudtunk intézményvezető asszonyt választani, ismeri ennek az óvodának mindenféle előnyeit, a hátrányait nem említem, mert nincs. Én Andreának gratulálok a kinevezéshez, és sok sikert, eredményes munkát kívánok neki a testület nevében is. 2 beruházásunk van folyamatban jelen pillanatban. Az egyik a Mártirok utcai orvosi rendelőnek a felújítása, tetőcserétől kezdve mindent meg fogunk rajta csinálni. Itt is ugyancsak azt remélem, hogy amikor bemegy egy beteg, akkor egy kellemes környezetben tudják fogadni őt az orvosok, illetve a művelődési ház kívülről, belülről megújul teljes mértékben, nem csak pályázati pénzből, hanem saját erőből is ki fogjuk egészíteni a beruházás költségét, mind a 2 épületet az idei évben át fogjuk adni. Szintén pályázati forrásból külterületi út felújítása fog megvalósulni, Császár út folytatását fogjuk felújítani, ez 3,9 km hosszúságú kavics rétegrendet fog kapni. Erre 100 millió forintot kaptunk, 17 millió az önerő. A képviselőtestület ezt azzal az ígérettel pályázta meg ezt a pályázatot, hogy a 17 milliót vagy az agrárvállalkozók, vagy külső forrásból, kormányzati szervektől, rendkívüli forrásból fogjuk megfinanszírozni. Tehát nem az önkormányzat fogja ezt a 17 milliót önerőt biztosítani. Folyamatban levő pályázatokról is essen szó. Hát a legfontosabb pályázatunk. Önkormányzati tulajdonban levő belterületi utak, azaz a mellékutak felújítására adtunk be pályázatot. Ennek keretében 9 utat szeretnénk teljes egészében felújítani, tehát teljes egészében egy 5 centis aszfaltréteget kapni. Vannak olyan utak, ahol szegélyeket is kap, illetve a mellékutak, amik fel lesznek újítva, mindkét oldalon patkázva is, úgy, ahogy az előírásnak megfelelő. 9 utat teljes mértékben fel akarunk újítani, a pályázati összeg 150 millió forint. És ebbe a pályázatban nem csak arra gondoltunk, hogy aszfaltozni kell meglevő utakat, hanem pontosan az elmúlt időszaknak a tapasztalatait levonva elkezdtünk átjúzni, elkezdtünk aszfaltozni, mit csináltak a kartali lakosok, pláne a fiatalok, na de hát nem akarok pálcát törni felettük, én is ilyen voltam meg mindannyian, szeretnek rallizni Kartalon. Nagyon szépen megkérem a kartali fiúkat, idősebb férfiakat, hogy ne itt. Tehát M3-ason lehet bárhol, itt tartsák be az 50-et. Azt se bánnám, hogyha az óvoda, iskola, bölcsöde környékén betartanák még a kevesebbet is, kevesebb sebességet. Tehát én úgy gondolom, hogy mindenki lesz egyszer apuka. Gondoljon bele, ne a gyerekek életét veszélyeztessük, ne egymás életét befeszélyeztessük. Lehet itt versenyezni, ki lehet menni bármelyik autópályára, nem kell a Császár utat autópályának használni, tessék figyelembe venni, hogy gyerekek, szülők, édesanyák, kismamák közlekednek azokon az utakon. De, hogy azért
bízok én abba, hogy a kartaliak ennek megfelelően lejjebb fogják venni a sebességet, de biztos lesz egy-kettő, aki mégsem. Ezeknek az örömére 3 fekvőrendőrt fogunk kihelyezni. Tehát ha lengés csillapítójukat meg szeretnék óvni, kérem a kartali lakosokat, hogy akkor lassabban, mert a fekvőrendőr az le fogja lassítani, és nagyon sokat fizethetnek majd utána a kartali vállalkozóknak, akik megszerelik nekik a lengés csillapítójukat. Ebbe az önkormányzati belterületi utas pályázatba nem csak ezt a 3 fekvőrendőrt tettük bele, hanem volt egy olyan lehetőség is, hogy fásítás. Nagyon nagy álmunk, azt gondolom mindannyiunknak, a képviselőtestületnek is, hogy előbb-utóbb karttal nem csak aszfaltozni kell, hanem a zöld felületet is meg kell óvni, mert mégiscsak Pest megyébe élünk, és mégiscsak egy kis településen, mégiscsak falusiak vagyunk, és a zöld az rendkívül fontos számunkra. Tehát szeretném, hogyha előbb-utóbb, akár a főúton, mellékutcákon is, de elsősorban a főúton egy egységes településképet ki tudnánk alakítani. És őshonos fákkal be tudnánk ültetni. Ha bárki végigjön Karttal főutcáján, akár a kartaliak örömére, akár idegenek azt lássák, hogy itt egy szép, rendezett település van, ahol a lakók tisztességesen dolgoznak, és vigyáznak a környezetükre, vigyáznak az értékeikre. Most visszatérve a pályázatra. A pályázat olyannyira folyamatban van, hogy csak egyetlen egy aláírást várjuk, miniszterelnök úr előtt van, azt az aláírást várjuk, hogy engedélyezze ezt a pályázatot. Információm szerint nagyon jó pontszámot kaptunk a pályázatra, tehát én mondhatom azt, hogy 90%-ba el fogják fogadni, de ne ígyunk előre a medve bőrére, akkor örömködhetünk, hogyha ez valóban aláírásra kerül, és megjön a támogatói okirat. Márpedig, ha ezt megkapjuk, akkor ahogy engedi az idő, jövő év március-áprilisban elkezdjük az aszfaltozást, és nyár végére, ősz elejére szeretnénk mindezt befejezni. Szintén pályázatot nyújtottunk be a kerékpárút teljes felújítására. A kerékpárútot 20-25 évvel ezelőtt készítették, hogyha végigmegyünk Karttal településen, illetve megnézzük az Aszót-Karttal közötti részt, hát már megette az idő, tehát bőven ráfér a felújítás. Hál' Istennek egy ilyen pályázatot kiírtak, ez nekünk apóra is jött, beadtuk a pályázatot, 200 millió forintra pályáztunk. Karttal teljes belterületén szeretnénk a kerékpárútot teljes mértékben felújítani, illetve lesznek olyan területek, ahol a kerékpárutak mellett járdát is ki fogunk alakítani. A járdákat nem sima járdalapokkal, nem aszfalttal, hanem térkővel. Tehát most már megpróbálunk arra is odafigyelni, hogy ne csak a mennyiségre, a minőségre is menjünk rá. Nem kell mindent aszfaltozni, hanem kövessük a nagyobb városok, szép városoknak a példáját, legyenek térköveink, illetve ebbe a kerékpárutas pályázatba is betettük a fásításnak a költségét, tehát hogyha mindkét pályázatot megnyerjük, akkor mondhatom azt, hogy Karttal főutcáján pályázati forrásból azt mondom, hogy 50-60-70%-ba teljes mértékben a fásítást meg tudjuk oldani. De még mindig hiányozni fog pénz. Ezért javasolni fogom jövőre, hogy a hiányzó facsemetéket Facebookon, honlapon ki fogjuk írni, a hiányzó facsemetékre írjunk ki egy pályázatot, hogy akár magánszemélyek, akár családok, vállalkozók, civil szervezetek, intézmények fogadják örökbe. Akár, mit tudom én, egy szülő a gyermekének. Tegyünk rá ki táblát, helyezzük el a család nevét rá, vagy a vállalkozás nevét, vagy a gyermek nevét. És akár majd a később évben kialakíthatunk egy olyan dolgot is, hogy amikor a gyermek mondjuk, mit tudom én, óvodából ballag, akkor egy kék színű szallagot rátesz. Amikor iskolából ballag, akkor egy más színű szallagot. Tehát, hogy amikor átmegyünk a falu, lássuk azt, hogy ott annál a családnál éppen történt valami fontos esemény.
Ez nem az én ötletem volt, bár nagyon szépen hangzik, nagyon szeretek más tollával ékeskedni, de inkább elmondom, ez a Balatoni Ottónak még 2 évvel ezelőtt beszéltük, remélem, hogy meg tudjuk valósítani a jövő évben ezt. Én biztos, hogy fogok venni fát mind a 2 gyermekem számára. Nem is a gyermekemnek, Kartalnak veszem, de jó érzéssel fog eltölteni, hogy az a mi fánk, és mi fogjuk majd körülötte a terepet is rendezni. A kerékpárutas pályázatra visszatérve. A kerékpárutat felújítjuk, szeretnénk legalábbis felújítani, a járdát meg szeretnénk mellé csinálni, fásítani szeretnénk, de megint csak a rallizókra figyelembe, tehát a rallizókra visszatérve, akik szeretnek gyorsan menni. Közlekedési táblákat fogunk kihelyeztetni, sárga villogót, illetve sebességmérőt. Én nagyon szeretném, ha a sebességmérő fényképet is készítene. Hogy utána ennye-bennye felszólítjuk, hogy miért is ment ilyen sokkal. Tehát szeretném ezt mindezt dokumentálni, hogy vissza lehessen keresni, és akkor előbb-utóbb le tudjuk szoktatni azt a pár fiatalt, hogy gyorsan menjen ezeken a területeken. Kartalon ne. A többi esetben azt csinálnak, amit szeretnének. Csak itt ne. Tavalyi évben átadtunk egy játszóteret a bölcsöd, illetve teniszpálya között. Újabb játszótérre adtunk be pályázatot, ez egy léderes pályázat. Azt mondom 90%-ban, hogy ezt is meg fogjuk nyerni. A képviselőtestület megszavazta, hogy a Rákóczi úton, a főúton vásároltunk egy telket, mivel a település központjában van már egy játszótér, illetve a Mártirok útnál piac téren is van egy játszótér, ezért úgy gondolom, hogy most ki a telepre is kell egy játszóteret biztosítanunk. Tehát ott vásároltunk egy telket, és egy nagyon szép játszóteret szeretnénk átadni. Ezt úgy számolom, hogy körülbelül tavasszal, nyáron ezt a játszóteret kivitelezni fogjuk, és át is tudjuk adni a gyerekeknek. Igyekezni fogunk olyan játszóeszközöket telepíteni erre a játszótérre, ami a többi játszótéren nincsen. Semmi értelme annak, hogy adjunk 3 játszótéret ugyanazokkal a játszóeszközökkel. Az a cél, hogy a gyerekek, hogy mondják ezt, Tibor? Mint a vetésforgónál. Forogjanak. Pont, köszönöm szépen, Bognár László. Forogjanak. Használják az összes játszóteret, ne unatkozzanak, hanem tényleg az ő igényeket is ki tudjuk elégíteni. Mert hogy ők a jövők. Keopos pályázatunk van bent jelen pillanatban, ami még nem került elbírálásra. Ez épületenergiai felújításra irányuló pályázat. A sportpálya épületét szeretnénk teljes mértékben felújítani, illetve a sportcsarnokot szigetelni. A Kartali Sportegyesület, biztos sokan látják a Facebookon, televíziós közvetítésből, hogy nagyon aktív lett az elmúlt 1-2 évben, aminek én is képviselőtestület is nagyon örül. A Sportegyesület az MLS-től TAO támogatást igényelt meg. A TAO támogatást, hogyha elnyerjük, megkapjuk, ennek keretében mind a sportpályán felújításokat tudunk végrehajtani, mint pedig a sportcsarnok belső részét teljes mértékben fel tudjuk újítani. Az MLS-nek a Pest megyei igazgatója lejött Kartalra, tárgyaltunk is erről, Benkő Tamással, itt volt a Sportegyesület részéről Száraz Zoltán is, és azt az ígéretet kaptuk, 190 milliót kaptunk, vagyis kértünk, ezzel szemben nagyon szerényen 160 milliót fogunk kapni, nagy valószínűséggel. 2 év alatt nem egybe tudják ezt kifizetni a számunkra, de az elkövetkező 2 évben remélem, hogy ez a 160 millió meg is érkezik, és mind a 2 területet le tudjuk fedni. Na most az, hogy a Sportegyesület ennyire fejlődik, illetve ugye tavalyi évben műfüves pályát ruháztunk be, valósítottunk meg a sportpályán, illetve a külső sportparkra pályázott az önkormányzat, amit szintén megnyertünk. A Sportegyesület az folyamatosan nyeri meg a meccseket, a futszálosok feljöttek MB2-esbe,
A jövőben úgy tudom, hogy női csapatot is szeretnének indítani. Kratofil Sanyék, Bognár Árpiék, a utánpótlás csapatokat nagyon szépen viszik előre, és nagyon sok meccset nyernek meg. Tehát van egy olyan célunk, és a tankerület igazgatójával, vezetőjével erről már többször egyeztettünk, illetve Vécsei László képviselő úrral is, hogy valamilyen formában a Kartali Általános Iskolára kell a gyerekeket csalni, vonzóvá tenni a gyerekek és a szülők számára is a Kartali Általános Iskolát. Mivel szétnéztünk a környéken, énektagozatos iskola már van. Én azt gondolom, hogy a mi lehetőségeink minden adott ahhoz, hogy egy sporttagozatos iskolát létre tudjunk hozni itt a jövőben. Adott hozzá sportpálya, adott hozzá sportcsarnok, adott hozzá minden olyan eszköz, amivel a gyerekeket ki tudjuk fárasztani, le tudjuk meríteni a fizikai erejüket, a szellemi erejüket azt a pedagógusok kelléképpen lemerítik, azt gondolom, de fizikálisan is nem szabad egy gyereknek időt hagyni arra, hogy olyan negatív irányba mozduljon el, ami nem jó a szülőnek, nem jó pedagógusoknak, nem jó senkinek. És most itt a negatív irányt így arra gondolok, hogy akár a drog, akár az iktal, akár a buli, vagy bármi. Mi nem tudunk olyan bulizási lehetőséget adni, nem fogunk diszkót építeni, nem fogunk olyan szórakozó helyeket létesíteni. Legalábbis jelen pillanatban nincs terve, nincs is rá forrásunk, amivel ezeket a gyerekeket le tudnánk kötni. Viszont a sporttal úgy gondolom, hogy igen, ez jó a szülőnek, jó a gyermeknek, és azt gondolom, hogy a településnek is rendkívül jó lenne. Ezek a távlati terveink. Távlati? A távlati az azt jelenti, hogy 2-3 éven belül, tehát rövid távú terveink. Még mindig nagyon jó kapcsolatot ápolunk a rendőrséggel, azért mondom, hogy még mindig, mert tavaly is jó kapcsolatot ápoltunk, és folyamatosan jó kapcsolatot ápolunk, akár az aszódi rendőrőrsel, akár a göndölői rendőrkapitánysággal. Én azt gondolom, hogy ennek a jó kapcsolatnak az eredménye, illetve a lakosoknak az egymásra való odafigyelésének az eredménye az, hogy az előző évek statisztikai adatai alapján egy negyedére esett vissza Kartalon a bűnesetek száma. Tavaly is, idén is nagyon jó szerepeltünk, ha lehet ilyet mondani, hogy jó szerepeltünk, bár a cél az a nulla lenne, hogy nullára tudnánk redukálni, de erre meg azt mondom, hogy én még hiszek a mesékbe, tehát akár még ez is előfordulhat. Egy pár szót mondanék a pénzügyi helyzetünkről. Én nagyon a számokhoz kötött ember vagyok, de most direkt nem fogok számokat mondani, maximum egy-kettőt. Ami lényeges, stabilak vagyunk, nagyon jól állunk, ami nem jelenti azt, hogy elkezdjük szórni a pénzt. Tehát ne tessenek jönni azzal, hogy még ezt is, amazt is valósítsunk meg. Azért vagyunk stabilak, mert nagyon spórolunk. Az összes intézményt egész évben felülvizsgáltuk. Megnéztük, hogy hol elég a normatív támogatás, és hol kell intézményi finanszírozást alkalmaznunk. Nem egy intézménynél rengeteg, nagyon sok pénzt bele kell tenni az önkormányzatnak, hogy működni tudjon. Ugye az óvodától kezdve a bölcsőde úgy működik, hogy van egyszer a normatív támogatás, ami hiányzik, az pedig a önkormányzati finanszírozásból valósul meg. Az önkormányzat nem tudnásból finanszírozni, csak az adóbevételekből. Ha hagyjuk továbbra is azt, hogy az intézmények elvigyék az önkormányzat finanszírozást, tehát az adóbevételt, akkor fejlesztésre, beruházásra, pályázati önerőre nem fog pénzünk maradni. Viszont nem engedhetjük meg azt sem, hogy az óvoda, bölcsöde, bármelyik intézmény kisebb színvonalon működjön, mint ez idáig, sőt, arra kell törekednünk, hogy a színvonalat emeljük. Na most itt elég nagy harcunk van, és lesz is majd az intézményvezetőkkel, de ezt a harcot nem úgy kell felfogni, hogy mi egymás ellen vagyunk. Itt közös az érdek, a település érdekét, illetve az intézmény, illetve az önkormányzat érdekét kell figyelembe venni. Azt tapasztalom, hogy nagyon sok, tehát a pénzügyi osztállyal együttműködve, könyvvizsgáló igénybevételével nagyon sok költséget le tudtunk faragni, nagyon sok költséget meg tudtunk szüntetni, és azt gondolom, hogy nem látszódott, tehát nem ütött vissza a színvonal rovására ez, illetve nagyon jól tudunk az intézményvezetőkkel együttműködni, ők is értik az önkormányzat problémáját, és ennek megfelelően tényleg partnerek.
A tavalyi évben, csak hogy egy picit számszerűsítsem, tavalyi évben 90-100 millió forint az adóbevételünk. Úgy, ahogy van, az intézményekre kellett fordítanunk. Ha az összes adóbevételt az intézményekre fordítjuk, akkor miből fogunk felújítani? Az idei évben lényegesen kevesebb lesz az intézményfinanszírozás, tehát kevesebbet kell az önkormányzatnak saját pénzéből betenni az intézményekbe. A következő évben el szeretném érni azt, hogy az intézmények úgymond önfenntartó legyenek. Az önfenntartást arra értem, hogy a normatív támogatás és maximum egy pici kiegészítéssel működni tudjanak. És ez nem lehetetlen, tehát ez egy reális esély van rá, tehát semmiféle olyan megszorításra nem lesz szükség, ami alapján a gyerekek bármit is negatívan érzékelni, vagy a szülők negatívan érzékelni fognak. Adóhátralék. 4 évvel ezelőtt 150-158 millió volt az adóhátralék. Most 60 millió körül állunk. Nagyon sokat javult az adómorál. Az adócsoport nagyon sok adót szedett be, de ez a 60 millió forint is még túl sok. Tehát, hogyha a Kartalnak az éves bevételét nézem, még mindig rendkívül sok. Ez az egyik. A másik, méltánytalan azzal szemben, aki rendesen fizeti az adót. Méltánytalan, hogyha elnézzük az adóhátralékosoknak, hogyha nem fizetnek. Én azt gondolom, hogy az adócsoport is, jegyzőasszony is mindig figyelemmel volt arra, és engedélyeztük a részletfizetést, hogyha valakit valóban nehéz anyagi körülmények miatt nem tudja fizetni az adót. Részletfizetést engedélyeztünk, és a mai napig jövőben is megkereshetnek minket, oda fogunk erre figyelni. Viszont kíméletlenül fel fogjuk számolni azokat a cégeket, amiket eladnak, amit hajléktalannak adnak el, és kibújnak milliók alól, iparűzési adó, gépjármű adó alól. Nem fogom engedni. Teljesen mindegy, hogy Kartali a tulajdonos, vagy Kartali az ügyvezető. Meg lehet utána rám sértődni, haragudni is lehet, de az nonsens, hogy kihasználva a kiskapukat, így dobálják a cégeket. Éppen ezért a napokba kiment és egy felszólító levél, ahol részletezve van, hogy milyen szankciókkal élhet az önkormányzat. Na most egy picit javítom ezt a mondatomat, nem élhet, hanem kötelessége, hogy éljen ezekkel a szankciókkal. És ezek a szankciók, NAV-nak át fogjuk adni az adóhátralékosakat. Ők fogják behajtani. Én azt gondolom, hogy sokkal egyszerűbb, hogyha hozzánk jönnek be akár a lakosok, akár a vállalkozók, és itt az adócsoport tagjaival egyeztetnek, mint későbbiekben a NAV-hoz mennek és velük egyeztetnek. Hozzáteszem, hogy ezekből, mint ahogy amit az előbb is mondtam, ezekből az adóból befolyt pénzekből fejlesztünk, és ezekkel egészítjük ki az óvodát és a bölcsődei működést. Tehát sokkal szigorúbban fogjuk venni, mint eddig vettünk. Én azt gondolom, hogy túl sokáig voltunk eddig is elnézőek. 2018-ban is támogattuk a civil szervezeteket, akik igen szép sikereket, szép eredményeket értek el. Párat kiemelnék. Ha megharagudnak rám, ha nem, kimondom, a kedvencem a Rozmaringosok, Pehóné Judit vezetésével. Nagyon örülök annak, hogy hosszú évek után a fiatal lányok, fiúk megint kedvet kaptak ahhoz, és nem szégyellik felvenni a hagyományőrző népviseletet, szeretnek táncolni, és viszik a településünk jó hírét. Lesz utánpótlásunk. Nem fog elveszni a múltunk. És a továbbiakban is nagyon szeretném, hogy a képviselőtestület is a Rozmaringosok mellé állnak. Nem mondom azt, hogy olyanok leszünk, mint a Bagi Muharai Együttes, inkább azt mondanám, hogy jobbak. Ugyanúgy nagyon büszkék vagyunk a Kartali Sport Egyesületre, akik, mint mondottam, MB2-es futszálosok lettek,
de büszkék vagyunk a Kratovil Sanyi Bognár Árpi által vezetett utánpótlás csapatra is, a lányokra kivált kép, akik úgy fociznak, hogy megszégyenítik a fiúkat. Tehát harcolni a nők még mindig jobban tudnak, mint a férfiak. Elnézést kérek. De büszkék vagyunk a Happiness Dance and Fitness látvány táncos lányokra, akik Brassóba voltak és a világbajnokságon képviselték Kartalt. Számomra öröm volt az nézni, hogy a magyar zászló mellett Kartal zászlaját vitték. Ezek a kislányok bejöttek, elkérték azt az óriási zászlót, ami itt a tanácsteremben van. Nem tudom, hogy az a 30 kilós kislány hogy bírta azt a nagy zászlót, de bírta. Volt ereje, mert hajtotta őt az erő, mert ő nem csak Magyarországot szereti, hanem Kartalt is. És mutatták a zászlót Brassóba, mi megnéztük itthonról, hogy az összes csillogó aranyérmet elhozták. A jövőben is szeretnénk őket támogatni. De büszkék vagyunk a Kartali asszonykórusra, akik számtalan díjat hoznak el, és büszkék vagyunk a Nyugdíjas Egyesületre is. És nagyon szeretném, hogyha ezek a hagyományőrzők fennmaradnának a jövőben is, mert ők viszik tovább, és ők nevelik a gyerekeinkbe azt, hogy hogy éltek a régiek, sőtől tudjuk meg a múltat. Arról nem is beszélve, hogy a falusi ember azt szeret mulatni, szereti a hagyományait, tehát miért pont ezt engedjük el? Jövőre való terveink az elmondottakon kívül. A ravatalozót tavasszal fel szeretnénk újítani. Saját erőből, mivel nincs rá pályázati keret. A bölcsödének a felújítása ugyancsak idényszerű, nem hagyhatjuk, hogy egy ilyen gyönyörű épület tönkre menjen, tehát tavasszal, nyáron azt megint elkezdjük saját kútfőből, saját emberekkel felújítani. A Petőfi teret ugyanúgy elkezdjük felújítani. Akár a színpadot, akár a világítást, egy picit a település központot szebbé szeretnénk majd tenni. Köszönöm szépen a héten a lakosságnak azt a megértését, amit nem is gondoltam volna, hogy ilyen szinten összefognak és partnerek lesznek. Kiküldtünk egy levelet, hogy összeszedjük a zöld hulladékot. A Zöld Híd anyagi helyzeteire való hivatkozással a zöld hulladékot nem szedte össze. Az önkormányzat ezt megszervezte, és kértem levélben lakosságot, hogy ne tüzeljenek, ne égessenek, tartózkodjanak inkább tőle, és inkább összeszedjük. Egy-két háznál láttam csak tüzelést, tehát nagyon szépen köszönöm ezt a hozzáállást. Engem ez nagyon nagy bizalommal, bizakodással tölt el, hogy jó helyen vagyok, jó időben, jó településen. Arra kérném a lakosokat, hogy száraz leveleket égessenek, avart égessenek. A műanyagot, gumikat ne. Ne tegyük tönkre a szomszédoknak az egészségét. Tehát erre egy picit figyeljünk majd jobban oda. Sokan számon szoktak minket kérni, miért nem büntetünk? Jegyzőasszony, miért nem büntet többet? Miért kéne? Hát nem egy család vagyunk. Tehát azt gondolom, hogy felnőtt emberek lakják ezt a települést. Vannak gyerekek is, de nem ők tüzelnek. A felnőtt ember meg úgy gondolom, hogy legyen tekintettel a saját gyerekének az egészségére is, meg a szomszédjára is. Gumit, műanyagot ne tüzeljünk, egészségkárosító. Büdös is, egészségkárosító, legyünk egymásra tekintettel. Közúttal tárgyalásokat folytatunk. Régóta. Az egyik nagy tervünk, hogy ugye, mivel a főút a közút tulajdonában van, ők újíthatják fel. A Kartali főútra alaposan ráférne már felújítás. A jövő évre pár száz métert ígért a közút, hogy aszfaltszőnyeggel fogja borítani. A 4 kilométerből ez a pár száz méter nagyon kevés. Én kértem a közutat, hogy bármibe, amiben mi esetleg önkormányzat, hozzá tudunk járulni, hogy ez a pár száz méter legyen akár legalább 1 kilométer. Azt jelezzék felénk. Lehetséges, hogy történik olyan megállapodás, amiből ezt fel tudjuk tornázni 800, 900, akár 1 kilométerre.
és ebben az esetben egy 3-4 év alatt megvalósulna, hogy a teljes főútunk felújításra kerülne. Itt mindenhol ott van még a lehetne és a feltételes mód. Tehát egy picit ezt ilyen feltételesen mondom ezt a 3-4 évet, én azon vagyok, hogy ez megvalósuljon. A másik, ami a közúthoz tartozik, és csak vele tudjuk megoldani, ez a buszmegállóknál a buszöblöknek a rendbetétele. Katasztrofális egyik másiknak a helyzete. Nem a mi tulajdonunkban van, nem nyúlhatunk hozzá. Ezt megint csak a közúttal együtt tudjuk megvalósítani. Jegyzőasszonya megmondhatója, hogy nem egyszer voltak itt a közutasok, én is voltam nem egyszer a Pest megyei közútnál egyeztetni, nagyon lassan megy ez a procedúra. Tehát közel egy éve tárgyalunk a közúttal, és még mindig nincs rendbetéve a Rákóczi úti buszöböl például, amelyik a legrosszabb állapotban van. De nem adjuk fel, ez ügybe is megyünk tovább. Én azt gondolom, hogy amit szerettem volna, azt nagyjából elmondtam. Ha véletlenül kihagytam valamit, akkor megkérem a képviselőtestületet, hogy egészítsenek ki, illetve hogyha van hozzászólásuk, akkor én most átadnám a testületnek a szót, képviselőtestületnek. Bognár László képviselőtársam. Köszönöm, én az iskolával kapcsolatban elhangzottakat egészíteném ki azzal, hogy maga a fenntartás az már 2013 óta a Kliknél van. Az úgynevezett működtetés volt az, amit még 2017-ig az önkormányzat oldott. És ez nem volt teljesen szerencsés dolog. Úgy lehet kell elképzelni, hogy maga a fenntartás ugye vonatkozott a épületekre, nagyobb felújításokra, a működtetés pedig a mindennapi dolgokra, a mosdóknak a ellátásáról, kézmosó, gél, papír, írószer, fénymásoló papír, és itt voltak bizonyos átfedések, hogy igazából az önkormányzat meg a Klik nem minden esetben határozta meg, hogy kinek a hatásköre az adott anyagnak a biztosítása, úgyhogy ezzel, hogy egy kézbe került a működés meg a fenntartás is, ezek a átfedések, illetve ezek a mondjuk úgy egymás mellett való elcsúszások megszűntek, és hogy mondta a Klárika is, valóban így ez a rendszer így jobban működik, hogy egy kézben van ez a két dolog. A másik meg még itt az út felújítással kapcsolatban szeretném elmondani a lakosságnak, hogy egy kicsit így a háttér kulisszatitkokat is lássák, hogy a polgármester asszony meg a képviselőtestület is mennyire megpróbálja a lakossági érdekeket, meg igényeket a lehetőségekhez mérten figyelembe venni. Nem titok, hogy első körben még a februári bizonyos ülés után arról volt szó, hogy finaszfalttal, hideg finaszfalttal próbáljuk meg kijavítani a legnagyobb hibákat, és ugye mutatja a polgármester asszonynak is a hozzáállását, hogy amikor elkezdődött ez a folyamat, és látszott, hogy igazából megint csak egy nagyon rövid ideig tartó, nem végleges, meg nem jó megoldásról beszélhetünk, képes volt revidiálni a testület is, meg maga a polgármester asszony is a korábbi állapotát, és amikor szembesültünk a lakosság felől érkező megkeresésekkel, meg az óriás igénnyel, akkor indult meg az a folyamat, amelynek az eredményeit ugye nagyon sok mellékutcában már lehet látni. A jövőt meg ugye a beszámolóban hallottuk, hogy még a következő években önkormányzat, illetve pályázati pénzből mi valósulhat meg. Köszönöm részemről, ennyi lett volna kérdés. Köszönöm. Képviselőtársaim. Mónika. Én csak két mondatot szeretnék ehhez hozzáfűzni, mert azt gondolom, hogy túl sok mindennel kiegészíteni ezt a beszámolót már nem lehetne amúgy sem, de ha már a beszámolóhoz hozzáfűzhetem a véleményemet, majdnem mindennel egyetértek. A tűzgyújtás tekintetében én nem tudnék ennyire elnéző lenni, tehát azt gondolom, hogy itt valóban egészségről van szó, tehát abban az esetben, hogyha már ez a szép szó, meg a szép felkérés, látjuk, hogy sokadjára nem vezet eredményre, én azért lehet, hogy nekifutnék ennek a jegyzői bírságoknak, de nyilvánvalóan nem
biztos, hogy ez csak az én szavazatomon fog múlni. Azon túl annyit szeretnék hozzátenni még, hogy ha már kulisszatitkok, Laci, akkor azt gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy azt is elmondjuk, hogy szerintem a lehető legjobb választása volt a településnek akkor, amikor pénzügyi végzettséggel rendelkező polgármestert választott magának. Ugyanis tudjuk azt mi képviselők, amiket nem biztos, hogy túlságosan részletekbe menve untatnám a közönséget, de polgármester asszony oly mértékben nézte át a költségvetéseket, és nézte át azt, hogy hová, mire, miért költünk, milyen összegeket költünk, és milyen összegeket lehetne megspórolni, hogy ezzel nagyon sok millió forintot, akár a pénzösszegeknek és a kiadásoknak az átcsoportosításával úgy megspórolt a településnek, hogy azt gyakorlatilag rajta kívül szerintem senki más nem vette volna észre. Úgyhogy én ezt szeretném megköszönni mindenkinek a nevében. Köszönöm szépen, Mónika. Az a baj, hogy erre nem tudok mit mondani. Tehát jó az, amikor az ember dicsérik. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Azt tettem, amit a lelkiismeretem diktált. Azt szoktam. Hogyha képviselőtársaim már nem szeretnének hozzászólni, akkor én átadnám a szót a lakosságnak, és akkor bátran, bármilyen kérdéssel. Tessék? Én a kúthoz szeretnék hozzászólni, hogy egyik újságban azt lehet olvasni, hogy be kell jelenteni december 31-ig, mert megbüntetnek bennünket. A másik újságban csak az van, hogy csak a fúrott kút, nekem ásott kút van, vagy 40 vagy 50 éves, és most nem tudja az ember, hogy mit csináljuk, bejelentse-e, vagy hát nem tudom, hogy Igen. Számítottunk erre a kérdésre, és jegyzőasszony készült is belőle, és akkor én átadnám jegyzőasszonynak a szót, és akkor pontosan el fogja mondani ezzel kapcsolatosan a tájékoztatást. 2016. júniusában lépett hatályba az a jogszabály, ami az ásott és a fúrt kutak vízjogi engedélyezésére vonatkozik, amit korábban illegálisan létesítettek bárhol. Erre a vízjogi engedélyezési kérelemre a jegyzőnél 500 köbméteres vízhozam esetén lehet kérelmet benyújtani, az ettől nagyobb vízhozamú kutaknál már a vízügyi igazgatóság hatáskörébe tartozó kérelem kell. A jogalkotó azonban egy elég hosszú moratóriumot szabott meg a legalizálásra, azt mondta, hogy 2018. december 31-éig lehet ezeket a kérelmeket benyújtani. Most több ízben egy kicsit enyhítettek ezen a jogszabályon, azt hiszem 80 méter mélységig volt megszabva az a határ, ahol engedélyt kellett kérni a kutakra. Ezt a jogszabályt a köztársasági elnök úr megfontolása visszaküldte az országgyűlésnek, és így az eredeti szabály maradt hatályban. Most nagyon-nagyon sok mendemonda van ismét. Újra próbálják ezt a határidőt meghosszabbítani. Tudomásom szerint 2020. december 31-ig ez már kormányjavaslatként be van nyújtva, hogy mikor születik erről a döntés, nem tudom, de szerintem heteken belül igen. Hogy miért is próbálják ezt a határidőt kitolni, itt nem elég csak egy kérelmet benyújtani ide hozzánk, vagy a vízügyi igazgatósághoz, hogyha ettől nagyobb hozamú kútról van szó, hanem kell hozzá egy tervdokumentációt is becsatolni, amit csak akkreditációval rendelkező szakmérnök készíthet el. És nem tudom, hogy ezeknek a mérnököknek a kapacitása milyen mértékű, gondolom ezért próbálják ezt a határidőt elodázni ismét. Érdeklődni kell tőlünk. Azt hiszem 2 éve volt az, amikor ugyanígy egy közmeghallgatáson mondtam el, hogy a kutak vízjogi engedélyét meg kell kérni, aztán ugye ezt
nem is meghosszabbították, hanem megváltoztatták a jogszabályt. Itt ezekre a falusi kutakra ez nem volt, nem vonatkozott. Aztán most mégiscsak kell. Egy kicsit várni kell, még én azt javaslom. Végül is meg lehet kezdeni a tervező keresését és a terveztetést, illetve a műszaki leírás elkészítetését, mert 2020. december 31-ig valószínű, hogy be kell majd adni ezt az engedélykérelmet. Köszönöm szépen. Én azt javasolnám, hogy várjuk meg ezt a 1-2 hetes időszakot. A kormány előtt van, nézzük meg, hogy döntenek. Vagy sem. Ez miatt is nem hívtuk külön fel a lakosság figyelmét, mert mint mondta a jegyzőasszony, hogy volt már egyszer erre precedens, és akkor is változtattak rajta. Képtelenség az, hogy november-december alatt az összes fúrott kutnál tervezést, ásott műszaki ásott és fúrott kutnál, igen, műszaki dokumentációt, tervezést, mindent végrehajtsunk. Akár mi, akár a lakosok, arról nem is beszélve, hogy egy-egy ilyennek a költsége 40-50 ezer, 60 ezer forint is lesz. A következményeket azt még nem tudjuk. Tehát még mi se tudjuk, hogy ez miért is, tehát mi ennek az oka. Tehát még egy picit én azt mondanám, hogy várjunk, hogy tényleg nem akarjuk azt, hogy fölöslegesen a lakosságot fölösleges feladatnak tegyük ki. Akár a lakosságot, akár a hivatalt. De időbe tájékoztatni fogunk mindenkit róla. Jó? Köszönöm. Szívesen. Más lakosnak esetleg hozzászólása? Hát nekem. Ica néni? Természetesen. Jó. Mónika megdicsért, hogy milyen ügyesen gazdálkodsz a pénzzel. Igen. Örülök neki, hál' Istennek, hogy ez így alakult. És ennek tudható be az is, hogy a Szociális Bizottság meg lett szüntetve. A Szociális Bizottság, mondhatjuk azt, hogy ennek is. De miért lett megszüntetve? Az ugyanúgy lett megszüntetve, 2014-ben, mikor az új testület felállt, akkor bizonyosan emlékszik rá, előtte 3 bizottság volt. Aztán az akkori polgármester asszonynak javasoltam, hogy nem kell Szociális és Oktatási Bizottság, legyen egy bizottság helyette, és meg legyen egy pénzügyi bizottság. A törvény, az önkormányzati törvény azt írja elő, hogy egyetlen egy bizottság kötelező, és ez pedig a pénzügyi bizottság. Létrehoztunk egy másik bizottságot, ahol összevontuk a szociális és az oktatásit. Hogy miért lett megszüntetve most jelen pillanatban a szociális? Azért, mert a Szociális Bizottságnak a működési költsége több volt, mint amit szociálisan támogatásként odaadtunk a lakosoknak. Azaz, amikor 3 képviselő plusz 2 külső, nem titok, elmondhatom, benne van a honlapon is, fejenként 10 000 forintot kapnak, az azt jelenti, hogy 50 000 forint, ugye Jutkám? Igen. 50 000 forint, plusz erre plusz rájön, az elnöknek volt plusz az elnöknek rájön a duplája, akkor az már 60 000 forint, plusz erre még rászámoljuk az adó TB járulékokat, tehát 90-100 000 forintot fizetünk ki azért, hogy a Szociális Bizottság egy hónapban egyszer vagy kétszer összejöjjön, és 3-4 000-5 000 forintos segélyekről döntsön. Ezzel szemben én azt mondtam, hogy 80-100 000-et kidobunk. Hát adjuk oda a rászorulóknak. Hát ez paradox. Ez saját magunknak mondunk ellent. A Szocbizottság nem osztott ki annyi segélyt, mint amennyibe benne volt nekik az az egyórás működésük. Megfogtuk, ezt a hatáskört elvettük, képviselőtestülettel átbeszéltük, hogy kinek a hatásköre legyen. Képviselőtestület, jegyzői hatáskör, polgármesteri hatáskör, stb. A jegyzőasszony, nem titok, azt javasolta, hogy maradjon polgármesteri hatáskörbe, vagyis legyen polgármesteri hatáskörbe. Azaz, most ha úgy nézzük, plusz feladatot vállaltam be, tudnélik ellátom a Szociális Bizottságnak is a feladatát, a polgármesterség mellett, tehát plusz feladatot bevállaltam. 100 000 forintot nem dobunk ki havonta fölöslegesen, és inkább azt a keretet lakásfenntartásra, igazán szociálisan rászorultakra fordítjuk, Ica néni.
teljesen fölösleges. Nem volt értelme a szociális, a szoc bizottságnak nem volt értelme működni. A pénzügyi bizottság, mondom tovább, hogy a különböző bizottságok úgy működtek, Ica néni, hogy volt a pénzügyi, oktatási szoc, aztán az oktatási szocból lett egy, és utána pénzügyi. Mind a két bizottságban benne voltak bizonyos képviselők. Mind a két bizottság leült áttárgyalni. Mind a két bizottságnál vagy elmentünk, vagy nem jegyzőasszonnyal, a pénzügynél mindig ott voltunk, ott megbeszéltük. Ugyanez a megbeszélés megtörtént a szoc bizottságnál, csak időben, egy másik időpontban. Teljesen felesleges. Ehelyett van egy pénzügyi bizottság, a pénzügyi bizottságban összes képviselő benne van, a pénzügyi bizottság alaposan átrágja, átbeszéli az egész történetet, mindent, ami az önkormányzat, a testület napirendje, és testület elé kell vinni, és tud dönteni. Teljesen rossz tapasztalatból láttam, gyakorlatiatlan és rossz, amikor különböző bizottság ugyanazokat a pontokat átbeszélik, és utána végül a különböző bizottságok a testületén találkoznak, és amikor már mondjuk a pénzügyi bizottság valami döntésre jutott, a szocbizottság mond egy teljesen mást, és a testületén összecsap a két erő. Hát minek raboljuk egymás értékes idejét? Legyen egy bizottság, egy pénzügyi, és ott az összes erő össze tud csapni, és mindenki el tudja mondani a pro és kontra, a mellette ellene érveket vagy javaslatokat meg tudja tenni. Ica néni, 100 000 forintot szocbizottságra, havi 2x fél órára, vagy 1 órára, teljesen fölösleges. Oké, ezt alá is írom, és jó is ezt, hogy ezért szüntettük meg. Csak nekem az egy kicsit az a tüske benne, igen, hogy például a segélyekkel kapcsolatosan akkor egy személyibe dönt valaki. Igen. Igen. Hát az elég szomorú. Szomorú? Én ennél sokkal... Én nem gondolnám, hogy szomorú, mert nem osztunk ki kevesebb segélyt. A szomorú az, hogy 100 000 forintot ilyenre adtunk ki havonta. Az a szomorú. És ezt elköltöttük az önkormányzat pénzéből, és a szomorú az, hogy nem a szociálisan rászorulóknak adtuk oda. A szocbizottságnak, a szociálisan rászorulóknak pont az lenne a lényeg, hogy támogassuk meg őket jobban. Nem pedig az, hogy adunk nekik 3000-et, 5000-et, vagy nem tudom mennyit, és nincsenek segítve. Most Ica néni ezekből a pénzekből tudjuk az iskola kezdést is támogatni. 3-4 családos anyukák jönnek ide, látjuk, hogy mennyi a bevétel, mivel 6000 fő, 6000, de azért nagyjából tudjuk, hogy kinek milyen a jövedelme. Hogy ténylegesen annyi a jövedelme, vagy csak be van jelentve minimálbérre. És valóban odaadjuk azoknak, akik ténylegesen rászorulók. Az iskola kezdéstől kezdve mindenre. Én azt gondolom, hogy nem ez az igazságtalan. Az az igazságtalan, hogyha a szociális bizottságon kevesebb pénzt osztunk szét, mint amennyit kapnak a szociális bizottságba résztvevő döntéshozók. Sokkal igazságtalannak tartom. Mónika? Csak annyit szeretnék ehhez hozzátenni, amit Marika Valentérné Marika meg tud erősíteni, hogy ugye benne voltam a szociális bizottságban, ezekkel a segélyekkel kapcsolatban pontosan úgy zajlott a döntéshozatal, meg volt szabva, hogy milyen mellékleteket kell csatolni, miről kell nyilatkozni. Marika a jogszabály szerinti képletbe beütötte ezeket a számokat, és gyakorlatilag neki kidobta azt az automata, amitől a bizottság nem térhetett el se pozitív irányba, se negatív irányba. Hiába tudtuk, hogy 3x annyi a családnak a jövedelme, ha megfelelt a képletnek, megkapták, de ez egy automata volt. Hiába tudtuk, hogy valahol pedig nincsen, hogyha számszakilag nem azt hozta, vagy nem annyian voltak bejelentve, és nem úgy jött ki az egy főre jutó jövedelem, akkor meg adott esetben hiába tudtuk, hogy rászorult, nem adhatta meg a bizottság. Ilyen automatának havi 100 000 forintot én is azt gondolom, és egyetértettünk mindannyian polgármester asszonynak ezzel a felvetésével, valóban igazságtalan. És az, hogy egy személyben van a döntés, ettől függetlenül bárkit megkereshetnek, bárki jogosult arra, hogy polgármester asszony felé akár odairányítsa a hozzáforduló segélykérőket, akár ezt közvetítse és javaslatot tegyen. Tehát attól függetlenül senki nincs ettől elzárva. Itt szóval nem kell félni, hogy nagy a jogköröm. A polgármesterség lényegesen nagyobb jogkör. Azt is megkaptam. A szocbizottságban a döntés, hogy 100 000-ről döntök, vagy 50, ez elenyésző. Elenyésző. Inkább akkor firtassuk azt, hogy a nagy jogkörömmel jól élek, vagy sem. Ne ezzel.
Ezt én nagyon-nagyon-nagyon örülök, hogy nem dobjuk ki ilyenekre fölöslegesen. Na, pont ilyenekre céloztam, amikor intézményfinanszírozásról beszéltem, vagy bármiről. Nem, ilyenekre én azt gondolom, hogy az ilyen fölösleges pénzkiadásokat ezt is meg kell szüntetni, és sokkal inkább fordítom arra, ránézek a hivatali lányokra, akik most itt ülnek, sokkal inkább fordítom arra, hogy azok a lányok, akik szakmailag felkészültek, van köztük érettségizett, diplomás, van köztük mindenfajta végzettségű, ezek határidőre pontosan mindent ellátnak, egy olyan full csapat áll mögöttünk, jegyzőasszony, erősíts meg, hogy mind a ketten nyugodtan tudunk velük dolgozni, és sokkal jobban idegesít engem az, hogy az ő bérüket nem tudom megemelni, és az övé, tehát szívem szerint nekik adnék lényegesen többet, mondjuk azt a 100 000-et simán átcsoportosítanám ő hozzájuk, mert napra készen, fullosan viszik ezt a hivatalt. Ez a hivatal pedig, ez a centrum, ezt úgy jelképesen úgy mondanám, hogy ez a központ, ez a bázis. Ennek a működésétől függ, a többinek a finanszírozása, és közvetlenül a működése. Tehát pont ezek a lányokra, akik ott ülnek, ezeknek a lányoknak növelném meg inkább a pénzüket, és higgy el nekem, hogy az a jogkör az elenyésző ahhoz a jogkörhöz képest, amit 2 éve kaptam a lakosságtól. Hát sokkal nagyobb, azért, a sokkal nagyobb. Vagy te olyan talpra esett, hogy te azért megoldottad az idén is, hogy egy kicsit úgy megköszönd a munkájukat. És meg is fogom. Na, meg is fogom. Vagy te olyan igen, talpra esett. Meg is fogom nekik köszönni, mert a köztisztviselői bér az lényegesen alul marad. A bármilyen szakmában, bármilyen területen levő béreknek. Tehát 10 éve nem lett a bértáblához nyúlva. És az nonsens, hogy ezek a lányok mennyiért pénzért dolgoznak itt. Igen, vagyok olyan tápláleset, és valóban ki is harcolom a képviselőimnél azt, hogy meg kell köszönni ezeknek a lányoknak. Tehát nézze, kevés pénzé nem várhatok el olyan munkát, mint a többé. Akkor ehhez vissza. És szeretnék nekik, nem ennyit, hanem nagyon remélem, hogy meg fogjuk tudni pályázni. 1 évre pályázhatjuk meg, ugye, jegyzőasszony, hogy a kiegészítő bért a hivatali dolgozóknak. Én nagyon remélem, hogy megkapjuk ezt a lehetőséget, és a jövőben ki tudok mellettük állni, és meg fogom tudni pályázni nekik a bérkiegészítésüket. Oké. Akkor visszatérve erre a közhasznúsokra. Igen. Mert hogy ők is olyan nagyon kevés bérre dolgoztak. Igen. A nyáron 35 fokos meleg volt. Igen. És az árkot takarították, és ott lógott náluk az a 2 literes üveg víz. És akkor kérdezem tőlük, hogy hát ezt a meleg vizet isszátok. Igen. És akkor mondják, hogy hát reggel megtöltötték az üveget, és ez van. Hogy akkor Klárika, azt nem lehetne, hogy ilyen esetben, hogy biztosítani nekik egy hűtőtáskát, amit 1000 forinté vagy 2000 forinté lehet venni, és Ica belerakni néni. Azt a 4-5 üveget. Ica néni, ugye a menyecskéje pont a konyhán dolgozik. Őt kérdezze meg. Nem olyan rég voltam a konyhán, kértem a konyhai dolgozókat. Engem nem érdekel, hogy valaki közalkalmazott vagy köztisztviselő. Nálam ember van. Tehát a közhasznús is, ugyanúgy emberszámban nézem, nem lehet klikkesedés, bocsánat, nem lehet klikkesedés, nem lehet azt megcsinálni, akár konyhán vagy bárhol, hogy a közhasznúsak hátrányosabb helyzetben legyenek, mint a közalkalmazott. És megmondom, miért nem, mert valóban a közhasznús 56 000 forintot kap. És elvégzi azt a munkát, mint a közalkalmazott. Ebben az esetben én azt gondolom, hogy nem tőlem kell várni a megbecsülést, én megbecsülöm őket, és honorálom is azt a plusz munkát, meg fogom is, mint ahogy az elmúlt 2 napban, szerdán és csütörtökön a közhasznosok, sőt még a mai nap is, hordták a zöld hulladékot. Ica néni, ezeket mind honorálni fogjuk. Mert nem várhatom el ezektől az emberektől, hogy még munkaidő után is megkértem Kassa Pista bácsit, hogy próbáljon megbeszélni az emberekkel, mert jó az idő, másnap eshet, kockázhatom az, hogy össze legyen szedve a zöld hulladék.
Tehát ezeknek kifizetem én azt értem, a plusz pénzt, és motiválom is őket. Nem, most nem pénzkérdésről, hanem az, hogy biztosítani nekik a 35 fokos melegbe, hogy legalább hideg vizet igyanak. Van nekik biztosítva, hogy nyugodj meg. Azt mondták, hogy reggel megkapják és nincs. Reggel megkapják, amikor kellnek, akkor van nekik hideg kivéve, ugyanúgy. Itt van benne a hűtőben, nekik mindig a hideg víz. Na, van akkor nekik biztosítva. Biztos olyan kérdeztél meg, aki nem szereti a vizet. Akkor a másik fele. Ica néni, a közhasznos. Ugye a közhasznóság az nem egy kötelező állapot. Ezt mindketten tudjuk. Ez nem egy kötelező állapot. Vigyel nekem, kérdezze meg a közhasznósaimat. Kérdezze meg nyugodtan. Nem gondolom, hogy környező településen bárki olyan szinten elismeri az ő munkájukat, hogyha tessék visszanézni a YouTube-on vagy bárhol az előző közmeghallgatásokat. Folyamatosan a közhasznúsokra hivatkozok, hogy mennyit dolgoznak, saját kutfőből csináltuk meg a játszóteret, a mindent. Tehát ön kiragadott a 365 napból egy momentumat, egy 5 perceset. És azt mondja, 35 fokban nem volt vízünk. Folyamatosan volt bent hideg vízünk. Az, hogy lehet, hogy nem jártunk sorba teherautóval, nem tudom, ezt lehet, hogy a jövőben meg fogom valósítani, mert most már van új autónk, de nekem jó a sajátom is, majd belülök abba. De Ica néni, ezt egy picit úgy érzem, hogy most a KK-n is csomót keresünk. Ne haragudjon, de kimondom. Egy picit úgy érzem, hogy a KK-n is csomót keresünk. Nem, tessék megmondani, hogy egyébként mi a probléma, és ne keresünk már ilyen fölösleges indokokat. Nem, hát... De ez olyan kis mondva csinált indok, én azt gondolom. Ne beszéljünk mellé, én azt gondolom, tessék kimondani, hogy még mi a probléma. Ennél kell, hogy legyen nagyobb probléma. Van, például az is, az aszfaltozás. Igen. Kezdjük azzal, hogy egy év óta nincs fölvétel, a falu nincs tájékoztatva arról, hogy... Ja, tudom, mire gondol? Hát nem tudjuk, nincs egy újság, nincs tévéközvetítés. Nem tudjuk, hogy ez azért lesz szép ez a közmeghallgatás, ez gyönyörű lesz. Tudja, miért lesz szép? Mert ezt a közmeghallgatás 40 település fogja látni. Egyedül ön most eljött, elmondja az összes negatívomat, az egész pozitívum, amit eddig elmondtam, ez csapnivaló, és a települések azt fogják leszűrni, mert a végén egy negatív hozzászólás volt, hogy mennyire vacak Kartal település. Miközben a többi település azt mondja, hogy Kartal hogy fejlődik. Ica néni, megmondom, miért nincs testületi felvétel. Közmeghallgatásban most tudom elmondani. Oké. Okay. Nincs egy fogadónapod. De minden nap itt vagyok. Nem, a fogadónapra, bocsánat, Ica néni, nincs fogadónapom. Minden nap itt vagyok, nincs szabadságom, nem veszek ki szabadságot. Olyan esetben nem áll itt az autóm, amikor tárgyalni vagyok, szerződést írok alá, ilyesmi miatt. Minden egyes nap itt vagyok. Nem tudom, volt-e olyan polgármester az elmúlt időszakban, aki ennyit bent töltött hivatalba időt? Nem is arról van szó. Eddig mindig megtalált Ica néni. Hát amikor mentem utánad a pénzügyre is, hogy megtaláljalak. Na nem is ez, csak ez. Nem is akarok semmi mást mondani, igen, csak ennyit, hogy legalább fölvétel legyen, vagy jó, valami, vagy hogy a falu, ő tájékozódjon arról, hogy mi újság van a faluba, vagy egyáltalán. Jó. Válaszolnék akkor a felvételre, jó? Egy pillanat türelmet, és akkor megadom a szót Marika, jó? Egy pillanat türelmet. Képviselő testületi ülések. Anno annak idején voltak testületi ülések. Mondom a saját tapasztalatomat. 2010 óta ülök itt, 8 éve. Nem tudunk olyan fesztelenül beszélni, hogyha a tévé van. Ez ténykérdés. Amikor nincs tévé, mindegyik képviselőtársam őszintén elmondja a negatív dolgokattól kezdve mindent. Ha számon akarnak engem kérni, számon kérnek. Ha egymást akarjuk számon kérni, vagy odadobni egy szót, odadobunk. Ha tévé van, akkor mindegyik képviselőtársam, beleértve engemet is, akaratlanul is felveszünk egy olyan természetet, hiszen a település előtt szerepelünk.
És itt van a kutya elásva. Kimondtam azt a szót. Szerepelünk, nem önmagunk vagyunk. Elmondom, hogy szokott zajlani egy testületi ülés. Amikor nincs tévé, a testületi ülés úgy zajlik, hogy ott valóban vitatkozunk. És nem úgy vitatkozunk, hogy egymásra megsértődünk, hanem építő jellegű vitatkozás folyik. Nem egyszer van, hogy felvetek egy javaslatot, és lehet, hogy csak egy ember van ellenem, az összes többi azt mondja, hogy ez tökéletes, de már a végére, a vitának a végére még én is meggyőződök, hogy annak az egy embernek pont igaza volt. A tévé előtt nem tudunk ennyire nyíltan. Az, hogy ez mennyire eredményes vagy sem, az mi sem bizonyítja jobban, hogy az elmúlt 2 évben én azt gondolom, hogy Kartal jobban teljesített, mint azt megelőző sok évben. És ez köszönhető annak, hogy egy olyan testülettel ülök egy asztalnál, aki nem egymást marja, nem ellenséget és ellenfelet lát egymásba, hanem akik összeülünk, és bizony van, amikor le is hülyézzük egymást, de mindezt jó szándékkal, építő jelleggel, nem sértődünk meg egymásra, és azon az ajtón úgy megyünk ki, hogy nincs a másikba tüske. De kimondjuk azt, amit gondolunk. Akkor is kimondjuk a másiknak, hogyha mondom most a Kalcsó Tibit. Kalcsó Tibi kerekperec rám néz, és azt mondja, Klári, hülyeséget beszélsz. Tévé előtt ezt nem fogja kimondani. Ha ő ezt mondja nekem, akkor elgondolkozok, hogy lehet. Aztán hagyom, hogy meggyőzzöm. Mert lehet, hogy tényleg hülyeséget beszélek. Van sokkal jobb ötlet. Ennyi az egész. Nem titkolózunk, nem elferdítjük a valóságot. A beruházások, azok kint vannak az utcán, azt lehet látni, nem eltitkoljuk. A bankszámlánk az ott a koronatakarék szövetkezetben van, de a számítógépben a bankszámla egyenleget meg kell lehet nézni. Itt a néni soha ennyi nem volt ennyi egyenleg a számlánkon. Se a Keresztes Kati idejében, se senki idejében, egyik polgármester idejében sem. Eddig nem mondtam ki ezt pontosan azért, hogy nem akarom azt, hogy előző polgármesterekkel hasonlítsanak össze. Mindegyik polgármester tisztelem és becsülöm. Én azt gondolom, hogy mindegyik letette az asztalra a saját maga tevékenységét, építette a települést, de ezt nem lehet elvitatni. Mint hogy a Monika az előbb célzott rá, hogy pénzügyi szankember, és én ezt nagyon köszönöm, ezt a dicséretet tőle, de ezt nem lehet elvitatni. Nem volt ennyi pénzünk, mint most, Pica néni. Örülök neki. Igen. Ehhez kellett ez a testület is, meg kellett ahhoz is, hogy magunkba vagyunk, és bizony 10-11 óráig belemenjünk nagyon kemény vitatkozásokba, és bizony volt olyan, amikor úgy vitatkoztunk, és teljesen máshogy mentünk ki ebből a teremből, mert igenis építő jelleggel ment ez a vita. Ez az oka annak, hogy nincs testületi. De fogunk ezen változtatni. Jó? Fogunk mindenképpen változtatni valamilyen módon. Sőt, nyilvános az ülés, annyi csak, hogy igen, de fogunk ezen változtatni, és több tévéfelvételt fogunk közvetíteni a lakosok felé. De annak örülök, hogy a lakosoknak a nagy része azért látja a változást. Tehát mindenki, azt mondanám, hogy a 90-95%-a képben van, hogy Kartalon mi folyik. Ennek nagyon rendkívül örülök. És aktívak. A legjobban tudja, minek örülök? A 30-40-eseknek rendkívül aktívak. Nagyon-nagyon-nagyon összetartó csapat. Nagyon büszke vagyok rá, hogy ennek a településnek lehetek a polgármestere. Galga mentének azt mondanám, hogy az egyik legjobb települése. A legjobb lakosság összetétellel. Marika? A sírhelyekkel és a hátrahagyott sírkövekkel kapcsolatban van-e valami döntés vagy elképzelés? Ki fogjuk tolni a határidőt, december 31-ai megváltás határideje, a sírhelyekre vonatkozóan, ugye? Ki fogjuk tolni a határidőt, ezt már Edinával is, jegyzőasszonnyal is beszéltük, határidő módosítva lesz. Több megkeresés érkezett, nem tartják jogosnak a sírhely megváltását. Nagyon egyszerűen lehet számolni, egyes sírhely 25 ezer forint 25 évre. Az azt jelenti, hogy egy egyes sírhely évi 1000 forinté váltanak meg. Ez nem tulajdonjogot jelent. Tehát nem megveszik a sírhelyet, hanem rendelkezésre tartás. Ha valaki azt szeretné, hogy az oda szeretne temetkezni későbbiekben, vagy valamelyik családtagjának rendelkezésre akarja tartatni, tehát nem akarja azt engedni, hogy esetleg,
ha XY-nak meghal a hozzátartozója, holnap ne termesse oda. Ha ezt a jogot el akarja tőle venni, akkor ennek bizony ára van. Ezt törvény írja elő, rendelet írja elő. Én azt gondolom, hogy ez a sírhely megváltás, ez azt gondolom, hogy ez jogos. Ez jogos. Annál is inkább, hogy mi elveszük a lehetőséget, tehát amikor valaki megváltja a saját sírhelyét, akkor elveszi a másiktól a lehetőséget, akinek mondjuk jövő héten, egy hónap múlva meghal a hozzátartozója, és mondjuk ő is szeretne arra a szép helyre temetkezni. Tehát ennek ára van. Ha ő azt mondja, hogy nem akar sorba menni, hanem már pedig ő a fűzfalat levőt akarja, vagy a nem tudom melyiket akarja közelebb a bejárathoz, akkor ennek ára van. Régen is ára volt, most is ára van. De ki fogjuk tolni a határidőt. Nagyon szolidárisak a lányok, részletfizetéstől kezdve mindent engedélyeznek. És a hátrahagyott sírkövek, mondjuk ami lejárt, rokonok kihaltak, vagy nincsen, vagy nem akarnak vele foglalkozni, romos sír, azoknak a bontási költsége az rászáll a volt tulajdonosra, vagy az önkormányzat kezd velük valami? Hát én nagyon remélném, hogy nem ránk fog szállni. A másik nagyon rossz szokás a kartaliaknál régen volt, ez bevett szokás volt, hogyha új síremléket állítottak, akkor a régit félretették, és akkor az önkormányzat szállítsa el. Mit csináltunk? A temetőt hátul szeméttárolónak használtuk. Baromi jó. Tehát ennél szebbet nem is csinálhatnánk. Tehát kérdezem én, hogy a kartaliak, az a szép érzékük a kartaliaknak mindig is jó volt. Tehát a kartali ember, mikor egy szép házat épít, akkor megfogja a sitet és a háza mellé teszi, vagy a ház elé, hogy látszódjon. Hát nem. Na most általában a lakosok elvárták azt, hogy mi szállítsuk el. Na most az a lakos, én azt gondolom, aki több százezeré márványt vagy gránit emeltet, annak legyen még 30-35 ezre, és vitesse el a sírt, a régi síremlékét. Nem az önkormányzatnak kéne fizetni. És most megint nem az önkormányzatot védem, hanem azt a kartali lakost, vagy azt a nyugdíjas mamát, vagy azt a nyugdíjas papát, vagy bárkit, aki közben befizeti a 9000 forintos kommunális adóját, és mi ebből fizetjük a sírhelynek az elvitelét. Ez nonsens. Ez nem állapot. Tehát vannak igazságtalanságok, amiket fel kell számolni. Én ezt tudom, hogy fájni fog, és akkor ezzel elég szépen negatív mit szerzek? Hát nem fognak szeretni ez miatt. Na de nem is azért vagyok itt, hogy szeressenek. Arra ott van a családom. Mondhatnám úgy is, azért vagyok itt, hogy a többségnek az érdekeit képviseljem. A többség érdekei meg ezt diktálják. Fogunk rá megoldást találni. Arra a részre, hogy fogjuk behajtani azokon a lakosokon, akik ott hagyták. Természetesen, ahol azt látjuk, hogy méltányolni kell, ott méltányolni fogunk. Tehát figyelembe fogjuk venni az anyagi helyzetet. A szociális háló az működik, és működnie is kell. Nem csak Magyarországon, hanem Kartalon is. És nem fog tágulni a szociális háló mértéke. Felfogjuk azokat a helyzetű embereket, akik rászorulók. Ezt garantálom. Évi? Én gondoltam lenne, bár nem a sírhelyekhez kapcsolódik, hanem minden eddigihez. Elhangzott, hogy milyen beruházásaink vannak, és hogy mennyire élhető a település. Én azt gondolom, hogy nem mehetünk el amellett sem, hogy tényleg valójában egy mekkora szellemi és kulturális érték és élet van a faluban. Tehát én azt gondolom, hogy említsük meg azt, hogy volt egy családi napunk, ami már hagyomány, a szüreti bálunk, ami azért a környéken másoktól hallom, a szekeresektől, akik eljöttek máshol, és hogy talán a legnagyobb volt itt a környező települések között. Van kukoricafesztiválunk, amit bár nem mi tartunk, de segítjük, támogatjuk a megvalósulását, az adventi estéken ott vagyunk mi is. Természetesen ott vannak a civilek, a vállalkozók, az egyesületek, az intézmények, ami nekünk nagyon nagy segítség. Volt egy színházi nap legutóbb, amin ott voltunk, és alig fértünk el, mert egyre nagyobb az érdeklődés az iránt is. Táborokat szerveznek az itt élők, az egyesületek, a csapatok, az intézmények. Akkor volt egy magyar vágta, ahol szintén egy kartali zászlót láthattunk, Balatoni Nikoletta szép helyezést érte, vagy Rákóczi Renáta, akinek szintén vannak kartali gyökerei. Tehát én azt gondolom, hogy egy dolog a beruházás, és egy dolog az, hogy fejlődik a látvány. Van egy olyan szellemi érték, akár az ünnepségeket nézzük, amin egyre többen vannak.
egyre szebbek, és én megmondom őszintén, hogy bele voltam betegedve, hogy nem lehettem ott. Tehát most már az a baj, tehát eddig az volt, hogy mindig ugyanazokkal az arcokkal találkoztunk. Aki benne volt, azt tudja, hogy mindig ugyanazok az emberek voltak ott. És most már egyre többen vannak, és tényleg az érzi magát rosszul, aki nincs ott. És ez nagyon jó, én azt gondolom. Úgyhogy csak ennyivel szerettem volna kérdezni. Én várom a hozzászólásokat. Mert ha nem, akkor kénytelen lesz elköszönni. Egy gondolatot Attila, szeretnék most igen. Kis hírek az Öt Híddel kapcsolatban. Igen. Kaptunk-e információt igen. Róla, hogy igen. Mi lesz a következő? Igen, direkt nem említettem a Zöld Hídet, mert igen. Most ilyet kijelenteni a csődöt, ez nagyon bátor lenne pláne tévé előtt, hogy ilyet mondanék. Az igazság, hogy napi szinten a Zöld Híd, illetve az NHKV folyamatosan egymás közötti folynak a levélváltások, egyeztetnek. Na most pontosan azért, mert percről percre változik a helyzet, ezért még nem szeretnék olyan előre esetleg lémhíreket terjeszteni, ami esetleg létre se fog jönni. Tehát most jelen pillanatban ott állunk, hogy a zöld hulladékot nem tudta elszállítani a Zöld Híd, megoldottuk. A továbbiakban az NHKV, illetve a Zöld Hídnak a tárgyalásán fog múlni, hogy mi következik. A lakosoknak nem kell tartaniuk attól, hogy nem lesz a szemét elvéve. Ebben az esetben a katasztrófavédelem fog közbelépni. Bevonják. Így van, bevonják a katasztrófavédelmet, és ő fog közbelépni, hogyha netalántán bármi olyan esemény alakult ki, hogy a Zöld Híd nem bírja a szemetet elszállítani. Pont ezért tettem fel ezt a kérdést. Igen, a mai csak napon már megjelent, hogy már ne várják a Zöld Hídnak a autóit, mert nem lesz elszállítva a szemét. És ezt minden lakos látja, pont ez miatt tettem fel. Holnap fogjuk, Attila, fogjuk a Kassa Pista bácsi és a csapata, közalkalmazottok, közhasznúsak, három napja szedik össze a zöld hulladékot. Ez így van. A holnapi nap két fuvarral fognak beszállítani a Zöld Hídhoz, tehát a Zöld Híd fogadni fogja például mi nekünk a zöld hulladékunkat. Igen. Tehát én azért nem szoktam, meg azért nem is akartam ezekről a levelekről beszélni tévébe, mert a mi zöld hulladékunkat holnap fogadni fogja két fuvarba is. Igen. Egy fuvar már elment, és két fuvar megy holnap. Köszönöm szépen. Tehát a milyenki úgymond meg lesz oldva. Pista bácsi? Hogyha itt az urakban körülbelül 4000 zsákon művel, amit beholtunk három napon. Igen. Kettő napon van, hogy már ezek a zajat. Az esőben, a szélben. Én még addig is fáztam, amíg kint voltam és megnéztem. Rengeteget dolgoztak a közalkalmazottak is, a közhasznúsak is. Nem 4 óráig dolgoztak, tehát az előírt munkaidőn túl is bent voltak. Kértem a Pistabát, hogy próbálja meg őket picit rábeszélni, hogy tovább, mert jó idő van, és haladjunk. És megkérte őket, és szó nélkül jöttek, és csinálták. És ezért mondom Ica néni, hogy higgy el, hogy itt meg vannak becsülve, meg is becsülöm a közhasznúsakat. Ha nem becsülném meg, az az ember 4 óra után az én két szememé, meg a Pista bácsi két szép szemei nem maradna itt. Megbecsüljük őket, és tudják azt, hogy ők ugyanúgy ehhez a csapathoz tartoznak, az én szemembe egyik közhasznú sem ér kevesebbet, sőt, pontosan azért, mert tudom, hogy közhasznús is 56 ezret kap, és hogy picit lehet, hogy hányatottabb a sorsa. És nekem szerencsém volt az életben, hogy odaszülettem ahová, vagy a másikunk, aki odaszületett. Pont ezért ezekkel még sokkal inkább lojálisabb vagyok, és sokkal inkább úgy állok hozzájuk. De a másik, úgymond időzőjeles apjuk, a Kassa Pista bácsi, mert úgy néznek rájuk, mintha az apjuk lenne. Tehát Pista bácsit szeretik, kedvelik. Tehát mindenbe a Pista bácsi kiáll mellettük és az érdekeik mellett. Van esetleg még hozzászólás? Akkor most következik a legnagyobb és a legfontosabb dolog. Hadd mondjam el, hogy az önkormányzat 3 lábon áll. A kormánynak is van egy ilyen politikája, hogy 3 lábon. Úgy döntöttem, hogy nekünk is van itt Kartali önkormányzatnak is. 3 segítségem van. A képviselőtestület, a hivatali dolgozók és az intézmények,
és a kartali lakosok. Így kompletten. Én köszönöm a testületnek, hogy egy csónakba evezünk, és amikor azt látják, hogy rossz felé húzok, akkor segítenek, amikor azt látják, hogy jó felé húzok, akkor még jobban segítenek. Mindenben. A hivatali dolgozóknak köszönöm azt, hogy azon a béren még mindig itt vannak és dolgoznak. Úgy, hogy 100%-osan napra készek. Az intézményvezetőknek, intézményeknek, az alkalmazottaknak köszönöm, hogy ezt a szekeret tolják, mi meg az övékét, de a lényeg az, hogy egyúton járunk. A kartali lakosoknak meg köszönöm azt a hozzáállást, amit az elmúlt egy évben tanúsítottak. Mert folyamatosan annyi megbecsülést, annyi szeretetet, annyi visszajelzést kapok, hogy ez erősít meg abban engemet is, és a képviselőtársaimat is, hogy, mint mondottam fél órával ezelőtt, jó helyen vagyunk, jó időben, és itt kell lennünk. És akkor én szeretném megköszönni a jelenlevőknek, hogy itt voltak, szeretném megköszönni a nézőknek is a figyelmet. Legközelebb falukarácsonykor fogunk találkozni. Búcsúztassuk együtt ezt a szép évet. Nagyon sokat gondolkoztam, hogy nagyon csúnyán néz ki az öndicséret, de nem akarok szerénytelen lenni. Gyönyörű évet futottunk be. Én azt kívánom magunknak, hogy ennél rosszabbat soha ne fussunk be. Ilyen ütemben legyen a további fejlődésünk is. Köszönöm szépen még egyszer. Jó éjszakát, szép napot kívánok mindenkinek. Köszönjük. Thank you.